No, és akkor most vágunk bele már a részletesebb anyagba. De ez az egész középszint érettségi témás dolog úgy néz ki, hogy van az ókor és a középkor, meg a faraújkor, és ezekből az egészből ugye az ókor is viszonylag hosszú volt, a középkor is 1000 évig tartott, a faraújkor is azért eltartott egy 200 éven keresztül, de ezekből csak ki vannak ragadva egy-egy rész, és azokat kell tudni. És ahonnan igazából folyamatosan kell tudni a történelmet, az a francia forradalom, illetve az 1700, inkább azt mondom, hogy 1700-es évek, és innentől kezdve folyamatosan kell tudni, és ebbe vágunk most bele. Nos, először kezdjük el a magyar történelemmel. A Magyarország történelme 18. század. Tehát 18. századi Magyarország. Igen? Igen. A leges-legelső? Nem készült videó, még nem volt olyan kamera. Tehát a vásároknak meg mondják. És a leges-legelső nem volt? Semmi, Spánikról, meg Janikáról. A török birodalom, hadsereg. Jó, kezdő vagy imperiát. Tehát 18. század, 1700-es évek, ugye a múlt órán beszéltünk erről a korszakról egyetemes történelemben, hogy ez a felvilágosodás volt. De tegnap előtt, amikor, és most a magyarországi részét nézzük meg. Most a felvilágosodás, alapvetően az egész világot, hogyha megnézzük, akkor az lett a hatása, hogy ugye a középkori államokból modern államok lettek, kétfajta modern állam alakult ki a felvilágosodás hatására, az egyik, az a felvilágosult monarchiák voltak, felvilágosult abszolutista monarchiák, a másik, pedig ugye forradalmakkal, köztársaságok, demokráciák alakultak ki. Tehát a felvilágosodás hatása tulajdonképpen az volt, hogy forradalmak törtek ki Európa szerte, és ezért a következő, tehát nem a 18., hanem a 19. század, az 1800-as évek, az ugye a forradalmak kora, így is hívjuk, és ez nem csak nagyon fontos tudni a művészettörténeti korokat összepárosítani a történelmi korokkal, ezek nagyon-nagyon összefüggnek. Nem véletlen, hogy a felvilágosodás korában, amikor az ókorhoz visszanyúltak, akkor klasszicizmus volt, ugye nagy oszlopok, meg minden, és a forradalmak korában, amikor mindenki ugye meghalt volna a hazáját és így tovább, akkor volt a romantika kora, ugye? Ugye ez minden télen 19. században ez előjött, és ezért ez a forradalmak kora. És utána, ugye, amikor az imperializmus volt, a hideg birodalom építés politikája, akkor pedig ugye a realizmus volt az irodalomban, meg ugye a művészetekben. De ezeket össze kell tudni párosítani. Tulajdonképpen a romanikától kezdve a romanikától kezdve a 1900-ig. Jó? Nos, 18. század viszont az 1700-es években még forradalomból nagyon kevés volt csak. Tulajdonképpen Amerikában volt forradalom, ugye ezen kívül egy nagy francia forradalom, az amerikai függetlenségi háború, az is egy forradalomnak tekinthető, hiszen ugye az első demokrácia kialakult a világon. De ezen kívül viszont az általános rendszere ebben a korban az országoknak az úgynevezett felvilágosult abszolutizmus volt. Tegye fel a kezét, aki már erről tanult, vagy Mária Teréziáról, vagy második Józsefről. Magam már tanult valamit már. Én utána visszaműködsz. Akkor a nagy részének úgy lesz. Felvilágosult abszolutizmus a következőt jelenti. Nagyon egyszerű a jelentése. Az uralkodónak az abszolutizmus alapján, amit tanultunk, abszolút hatalma van, az abszolutizmus pedig röviden a definíciója még egyszer, a rendek megkerülésével teljhatalommal kormányzó uralkodó, az abszolút uralkodó, a rendek megkerülésével kormányoz, abszolút hatalma van. És a felvilágosult abszolutizmus, ez tipikusan ugye ez az 1700-as években létező forma, ez pedig azt jelenti, hogy az abszolút uralkodó már nem azt mondja, hogy egy Isten miatt
uralkodom, hanem belátja a társadalmi szerződésben azt, hogy neki a célja az az, hogy a népének az életét jobbá tegye, és az alapvető emberi jogokat biztosítsa neki. Tehát az uralkodó immár tulajdonképpen tudatosan arra figyel, hogy a népét, az országát jobb helyét tegye, és erre használja fel az abszolút uralmát. Jó? Ezt mindenki érti? Mm-hmm. Oké. Okay. A leghíresebb felvilágosult abszolútista uralkodók, először is Mária Terézia, akiről mindenki tudja, amikor uralkodott. Nem kell tudni, csak az emelteseket tesztelem, jó? A másik híres uralkodó, második József. Kit érdekelte az, hogy... Utána 10 évig. Tehát? 1896. Pontosan. És nem Magyarországon, hanem még második hipót is, bár nem kell felírni. Mária Terézia, második József. És Nagy Frigyes. Oroszországban, illetve Katalin cárné, Oroszországban, orosz, Habsburg. Jó, ezek voltak a leghíresebbek, de ez egy nagyon elterjedt kormányzási rendszer volt. És tulajdonképpen magyar történelemből, hogy a 18. század az nem másról szól, mint Mária Terézia és második Józsefről, illetve előtte még, amik történtek. Ez a kevés dolog. És Mária Teréziáról és második Józsefről tulajdonképpen nem is kell mást megtanulni, csak azt, hogy a nép érdekében milyen olyan új dolgokat vezettek be, amik úgy sikeresek voltak. Mária Teréziáról, csak egy példa. Orosz volt? Orosz? Orosz. Orosz az ugye a nép. Okay. Orosz. Csak egy példát, felvilágosult abszolutizmus, bár részletesen el fogom mondani az összeset. Mária Teréziánál például ő volt az első, aki az egész világban egy közoktatási rendszert vezetett be, jó? Oktatta ugye a népét. Tehát ez csak egy példa, és ugye ezt erre használtuk fel az abszolút uralmát. Nos, viszont a magyar történelem, a 18. századi magyar történelem ez, a következő dolgokat kell tudni középszinten. Az első, ugye amiben tulajdonképpen az egész elkezdődött, az a Rákóczi szabadságharc. A második, az úgynevezett pragmatika szankció. Remélem. A harmadik, az ugye Mária Terézia, a negyedik pedig második József. Jó, de ez a két tétel van, amit középszinten tudni kell a 18. Ja, most bocsánat, a legfontosabbat és a leggyakoribbat elfelejtettem. Az a úgynevezett, legjobb tétel, mindenkinek a kedvenc szokott lenni érettségén, demográfia a 18. században. Demográfia a 18. században ez azért zseniális, mert minden érettségében volt eddig. Jó? És nem csak a 18. századhoz, hanem mindenhez elő lehet húzni, Trianonig. Tehát, hogy ez ugye a hollaknak, a szlovákok, a románok, meg hogyan települtek be, meg a törököknek, mit közel van ehhez. Tehát ez egy olyan tétel, amit, hogyha csak egy tételt adódnak meg töriből, akkor az ez legyen, jó? Jó, azt tudom, hogy már a negyedikre mondom rá, de jó. Tessék? Jó. Tehát ott tartunk, hogy a törökök bent vannak az országban, ugye? Bejöttek az országba. 1699-ben pedig elmennek az országból. Csak hogy legyen. Mi a baj? Ja. 1699-ben ugye végül sikerül Karlócai béke során kiűzni a törököket az országból, csak hogy a probléma az, hogy Mátyás király korábban lévő 4 millió ember, ez hasonlóan 1700-ban is 4 millió ember az ország lakossága, tehát tulajdonképpen amíg Európa lakossága meg háromszorozta magát, meg négyszerezte, addig Magyarország egyedüliként nem fejlődött. És éppen ezért ez egy óriási lemaradás volt, egy kicsi, picike ország lettünk,
aki keresztül ment ugye Magyarországon, beírta, hogy az egész egy pusztaság, nem találkozni emberrel és romokban ever, aztán elmondta 8-szor. Jó, tehát tulajdonképpen az ország elmaradott volt, és az egész 1700-as évek arra ment rá, az összes uralkodónak az egyetlen célja az volt, hogy Magyarországból, Afganisztánból egy európai szintű országot csináljon, vagy az afgán szintre felhoz európai szintre. Jó? Tehát itt 150, sőt 180 évig folyamatosan háború volt, más nem, csak háború. Akkor is háború volt, amikor nem volt háború. Akkor ölték egymást az emberek, jó? Feldarabolták egymást meg szögeket, turbánnal, turbant rászögelték a másik fejére, meg boszorkányüldözés, teljesen alakul, jó? És tökéletesen elpusztult, se iparunk nem volt, se lakosság, üres volt az ország, nem éltek benne emberek. Tehát ez egész egy pusztaság volt, és éppen ezért az 1700-as éveknek erről kellett szólnia, hogy újraépítjük az országot. Csak hogy az alapvetően nem tudott megkezdődni rögtön, azért, mert Európa háborúban állt, mindenki mindenkivel, az első világháború tulajdonképpen, hogy az emeltesek tudják, hogy mire gondolok. 30 éves háború? Nem. Miről van szó? A spanyol örökösödési háború, azért mert első világháború, ugye mert az első három kontinens zajlott. 1699, benné, ugye ez nem indult meg, de ugye ez a Rákóczi szabadságharc, amiről nem most fogok beszélni, tehát ezt később mondom majd el, hogy miről szól. Lesz egy ilyen hogy magyar függetlenségi harcok, csak tudni kell, hogy ez ekkor volt, jó? Ez 1703-tól 11-ig tartott Rákóczi szabadságharc miatt, és tehát tulajdonképpen ugye ez már a spanyol örökösödési háború része volt, és a spanyol örökösödési háború miatt az újjáépítés csak 11-ben tehát az újjáépítés 11-ben kezdődött meg, és az első uralkodó, aki volt ebben a korszakban, az harmadik Károly volt. Emeltesek, mondom, az a harmadik Károly, akinek eredetileg a spanyol trónt szánták, csak szerencsétlen József meghalt, úgyhogy ő magyar király lehetett csak. Tehát Magyarország, stb. Ezzel egy ideig nem volt elégedett, mert ő neki spanyol volt az anyanyelvben, meg ilyesmi, szóval ide jött, de aztán utána itt jól áll volt. Harmadik Károly azonban így ránézett erre az országra, és a következőt látta. Itt van ez a Habsburg birodalom. Egy rohadt nagy cucc. És ez a Habsburg birodalom tulajdonképpen 50 millió apró picike fejedelemségből, meg egy nagy országból, ugye Magyarország, tehát kettő nagyobb országból, Csehországból és Magyarországból, és 80 millió picike fejedelemségből áll. És tulajdonképpen ezek a fejedelemségek csak azért tartoznak össze, mert egyenként mindegyiknek Habsburg a vezetője. Na most, harmadik Károly tanult a nagy-nagy-nagy-nagy bátyjának a hibájából, aki a spanyol uralkodó volt, és mindenfajta országnak az uralkodója volt. Spanyolországnak, Nápolynak, Belgiumnak, meg egy csomó gyarmatnak. De mindegyiknek csak azért volt az uralkodó, mert ez nem egy ország volt, hanem egyenként mindenkinek, mindegyiknek az uralkodója volt, tehát personál unióban álltak ezek az államok. Eddig értik? Igen. Na most ez a spanyol király meghalt, szegény, és gyermek nélkül halt meg, és az összes állama új királyt akart választani magának, és ebből lett egy borzalmas nagy háború, a spanyol örökösödési háború. Az örökösödési háború, és ezt most írja le mindenki a füzetébe, azért tör ki, mert egy dinasztia kihal. Lassan. Az örökösödési háború egy olyan háború, mely kitörésének az oka egy dinasztia kihalása. És az egyes háborús felek célja nem más, mint a területek megszerzése, a szétszakadó birodalom megszerzése. Jó? Tehát volt több ilyen örökösödési háború, a spanyol trón is több országból állt, és mindegyik országot más akarta meg, figyeljenek, hátul. Tehát a spanyol örökösödési háborúsabból állt, a spanyol király meghalt, és a 86 országát, mert ő mint Nápolyban mindenfajta király is volt, mindegyik országát más akarta megfódítani. Jó? Az osztrák örökösödési háború során pedig nyilván. No. Szóval, harmadik Károly tanulva nagy-nagy-nagy bátyának a hibájából, aki meghalt gyermek nélkül, és világháború tört ki emiatt,
azt gondolta, hogy lehet, hogy kéne ezeket az országokat egyesíteni jogilag, tehát mi lenne, ha aláíratnám mindegyikkel a következőket? Ha esetleg én meghalok, és nincsen fiú gyermekem, akkor a lányom is, mint ahogy Angliában ez van, a lányom is örökölhesse a trónt. Ez az egyik pont. A másik pont pedig az volt, hogy ha én esetleg meghalnék fiú és lány örökös nélkül is, akkor se szakadjon szét a birodalom, amit csak az én személyem tart össze, hanem az egyes felek egyezzenek meg egymással, hogy akkor is együtt maradnak egy örökös personál unióban, hogyha én meghalnék. És ezt a kettőt összegyúrta, és ebből lett a pragmatika szankció. Amit a magyar rendek 1723-ban fogadtak el. Ez innentől kezdve a magyar alkotmány második alapköve az aranybulla mellett. Az összes innentől kezdve alkalmazott alkotmány 1723-tól beleértve a 48-as áprilisi törvényeket, a 67-es dualista kiegyezést és a Horthy korszak alkotmányát is tartalmazta azt, hogy 1723 pragmatika szankció. Jó? Tehát tulajdonképpen, és van is ilyen feladat, amit rá kell jönni, hogy áprilisi törvények miért, mit jelent, hogy ez a pont ott van, hogy pragmatika szankciót visszanyúlunk, ez azt jelenti, hogy az Ausztriával való egységet azt meg akarják őrizni, jó? Tehát az Ausztriával való egység akkor is, hogyha Habsburgház kihal, egyrészt másrészt lány is örökölhet. Jó. Miért írták alá amúgy? A magyar rendek? Hát ugye ilyen random, mit tudom én, ilyen kisebb fejedelem, itt, nem Magyarországon beszélek, hogy ugyanúgy Habsburgok alapján. Az Ausztriai fejedelemség egyértelműen miért írták alá. Igen, de amit? Csehek tulajdonképpen nem is hitták alá, őket kényszerítették erre. Ott nem is volt rend, tehát hogy ők meg se kérdezték az ilyenekről. A többi terület pedig tulajdonképpen még nem volt akkora nagy, hogy ez problémát jelentsen neki. A horvátok a magyar királyság alá tartoztak. Tehát a magyar rendek elfogadták, onnantól kezdve is. Összesen akkor még csak azt hiszem 9 vagy 10 darab fejlemségnek kellett aláírnia. Jó. Mindenki érti ezt? Igen. Szerintem minden örömnek. Jó. Tehát pragmatika szankciót aláírták a fejedelmek, viszont maguk szerint, hogyha esetleg kiállna a Habsburg ház, és harmadik Károlynak, aki akkor még csak ifjú volt, 10 pár éves, tinédzser, tehát még 860 gyereke lehetett volna, fiú is akár, ha esetleg meghalt, fiú örökös nélkül, bár aláírták a magyar rendek ezt, hogy nővel ki örökösöd is, ilyesmi, tehát van törvény is uralkodó, hiszen van lány örököse, de mit csinálnának a külföldi országok? Jó, összeházasítanák, talán egy fiatal. Persze, ez egy tök jó lenne, de alapvetően a külföldi ország uralkodó választhat kettő dolog közül. Tehát mondjuk én vagyok az osztrák uralkodó, akinek nincsen fiú örököse, csak lány. És nem bocsász valaki más, és én vagyok a szomszéd országnak, tegyük fel mondjuk Bajorországnak, vagy esetleg Poroszországnak vagy Oroszországnak az uralkodója. És látom, hogy meghal ez a fószer fiú gyerek nélkül. Kettő választásom van. Egy, azt mondom, hogy meghal fiú örökös nélkül, szóval nincsen törvényes örököse, mi lenne, hogy bevonulnák és elfoglalnám az ország felét. Kettő, elfogadom a lány örököst. És nem fogom lopni, és nem fogom az ország felé. Melyiket választom maguk szerint? Az első. Jó, az első, de van egy aláírt szerződés. Tök mindegy, szétépem a szerződést. Teljesen mindegy, nem fogadom el a szerződést. Tehát, ez tudta a harmadik Károly, hogy ez lesz. Éppen ezért az uralkodás ennek a maradék hátralévő részét, az két dologra töltötte vadászattal, jó, hárommal vadászattal, a protestánsok üldözésével, meg azzal, hogy járkált külföldi uralkodó, egyébként Vivaldit is ő finanszírozta, azt hiszem, hogy valamelyiket. Mindenekor három dologban zenét hallgatott, protestánsokat üldözött, vadászgatott, és a negyedik dolog, amit még nagyon szeretett csinálni, az
Pedig az, hogy, és tényleg nagyon rátakít erre, sorra járta egyenként az európai uralkodókat, mindegyiket ötször, és azt mondta neki, hogy léci, léci, ha megvan a fiú nélkül, ne támadd meg az országot, jó? Na most, harmadik Károly megnyugodott, hiszen mindenkit meggyőzött, barátság, igen. A három dolgot gyakorlatilag a sereg, mi a A lényeg az, hogy meg akarta győzni az összes külföldi uralkodót erről. Ez megvan, akkor egyik nem jó. Na most harmadik Károly imádott van ezt, mondtam, 1740-ben éppen vadászgatott, amikor véletlenül elesett, beleharapott egy gombába és meghalt gombamérgezésben. Tényleg gombamérgezésben. Ez nagyon kamunak tűnik. De véletlenül harapott el. Az a lényeg, hogy 1740-ben vadászott, közben gombamérgezésben meghalt. Szerencsétlen Károly. És figyeljék meg, ez az ördögöt a falra festeni dolog. Egészen eddig az osztrák Habsburg ágnál mindegyiknek volt legalább 8 fiú gyereke, de legalább 2, de egy csomó. Harmadik Károly fiatalon kitalálta, hogy hát ha esetleg nekem nem lesz, aláírtam ezt a nemességgel, és ő volt az, akinek nem volt, tehát ez zseniális. És valóban meghalt fiú örökös nélkül, és az ő örökös ezért egy hölgy volt, az utolsó Habsburg, hiszen vele kihal a Habsburg ház, ezt tudnunk kell, a Ferenc József már nem Habsburg vér szerint, csak jobbiak. De Mária Terézia az ő örököse volt, és ezért lett Magyarországnak női királynő. Köszönöm. Micsoda? Mária, nem volt jó? Én imádom Máriát. Jó. Mindenki érti ezt, ugye? Oké, és akkor vegyük a következő tétel, tehát ez volt a pragmatika szankció tétel. Nos, ne is tördöm demográfiát, figyeljenek, demográfiát nem fogjuk átvenni, mert már annyiszor tanultuk, hogy hol lakunk a szlovákok, maguk is tudják már, hogy hol lakunk a szlovákok, azt is, hogy az örökök miatt van ez, hogy hol, miért, mindenki tudja, nem fogjuk átvenni. A Rákóczi Szabadságharc, amiről beszélünk, és akkor térjük át M.T. Mária Teréziára. Mária Terézia. Tehát mindenkinek kedvenc évszáma, pontosan 40 év. Nagyon jó, ennél már csak ugye igazából ennél nincsen jobb. Zsigmond, de az 7-esen végződik, nem mondanában. Luxemburg is Zsigmond, aki pont 50 évig, Nagy Lajos, aki pont 40 évig, Mária Terézia szintén 40 év, második József az 10, ezek így szépen. Jó, legalább ezt most megjegyezték meg. István királyt szokták tudni, hogy 30 év, és akkor 1000-től 1038, ez még jobb. Jó, szóval Mária Terézia 1740-ben, mikor hatalomra lépett, egész konkrétan igazából 41-ben, hiszen télen halt meg, vagy hiszen novemberben halt meg szerencsétlen napit, 41 februárjában volt egy rendi országgyűlés, Mária Terézia az uralkodását a következővel kezdte, abszolutisztikus uralkodó, tehát rendeket nem hívja össze, de mégis az első cselekedet az volt, hogy összehívta a magyar rendeket, és megkérdezte, hogy uralkodhatok-e, hiszen egyébként nem kellett volna, tehát ez egy gesztus volt, a magyar rendek pedig oda mentek, és Mária Teréziát megválasztották, 19 éves volt. Jó, 19 éves volt, tehát az... És figyeljék ezt, Mária Terézia országa, a Habsburg Birodalom, ugye Magyarország, mindenfajta osztrák, Csehország, Szilézia, ami a legfejlettebb közép-kelet-európai terület volt, legiparosodottak, azok, barátok, stb. A következő helyzetben volt. Itt voltak északon azok a gonosz poroszok. Mária Teréziának a kortársa volt Nagy Frigyes, pont 40-ben lépett ő is hatalomba, és Nagy Frigyes egyébként körülbelül másfél órát tudnék mesélni, mert annyira vicces figura volt. Azzal kezdte az uralkodását, hogy elfogadta a pragmatika szankciót, aztán a kicsivel később megtámadta Mária Teréziát. Szóval fogta magát, és azt mondta, hogy... Ez ki? Nagy Frigyes, a porosz uralkodó. Azt mondta, hogy bemegyek, segítek rendet rakni a káoszban lévő országnak. Most nem volt káosz, de bement és elfoglalt egy csomó területet. Ez konkrétan Sziléziát.
ami a legdrágább, a leghasznosabb volt, utána kivonult. Közben a francia uralkodó azt mondta, hát jó, akkor bemegyek és én is rendet rakok. Segítek a poroszok ellen az osztrákoknak, ugye bement rendet rakni, hát ott is akart maradni. És itt voltak még a bajorok, akik még szintén régóta rom voltak abszolútban, szintén megtámadták a birodalmat, de három irányból támadták meg szerencsétlen Habsburg birodalmat, és Habsburg birodalomnak nem volt segítsége. Ezért Mária Terézia elment Pozsonyba a magyar rendi országgyűlésre. Azt mondom, hogy Bécsnél jártak az ellenség, tehát Ausztriában semmi nem maradt. És mit csinált ez a Mária Terézia? A legenda szerint, bár ez nem igaz, de a legenda szerint a csecsemő második Józsefet, A rendek, ugye kik voltak a rendek, ugye nemesek, tudják, ilyen huszárruhás, ilyen nagy bajuszos, ilyen nagyon férfias magyar huszárok. Oda vitt a Mária Terézia, elkezdett sírni a kis csecsemő második Józseffel, hogy ő mekkora bajban van, és a magyar rendek segítségét kérő, mire a magyar rendek felpattantak, és azt mondták, hogy vitam et sanguinem, tehát életünket és vérünket. Ezt és így tudták, hogy latinul. Abszolút, neki tudott latinul. Latin az egy olyan nyelv volt, ami az angol előtt, tehát hogy az olyan, tehát ha angolul beszélnek ma, akkor a latin volt a közvetítő nyelv. Igen? Bementek az oroszok, a franciák, és ki volt a harmadik? Bajorok. És a magyarok rögtön felállítottak egy hadsereget. Figyeljenek, a zseniális, a Rákóczi szabadságharc után 30 évvel már ennyire jobban voltak az osztrákok és a magyarok. Tehát alapvetően nem lehet azt mondani, hogy tudunk a Rákóczi szabadságharc a 48-ról, meg ilyesmi, hogy rosszban voltak, de ez nem igaz. A magyarok és az osztrákok tulajdonképpen történelmi szövetségben éltek, nagyon nevelő volt, és szeretik egyet. Tessék? Sevelet, senélkület kapcsolatban. Tulajdonképpen, igen. De hogy ez a kettő epizód van, amikor nem szeretik egymást, tulajdonképpen meg kianultán kicsit. Tehát a magyar rendek felállítottak egy óriási sereget, amivel tulajdonképpen egyszerre megtámadták a orosz uralkodót, és igazából kivenni nem tudták, de megállították Csehországnál, és a bajorokat is. Ezen kívül Mária Teréziának sikerült azt elérni, igazából nem csinál semmit, akkor is ez lesz. Anglia attól félt, hogy Franciaország túl nagyra nő ezáltal, és a status quo értelmében, amit mindenki tud már, hogy micsoda, emeltesek meg aztán, főleg tudják. Hozd meg, van. Igen. Ez egy együttes, nem? Status quo-t akar elmondom gyorsan. Ez nagyon a status quo az azt jelenti, jó, mindegy, egyelőre csak kirek, hogy a status quo miatt Anglia status quo, mindjárt elmagyarázom, hogy ez mi. Status quo. Nem status. Anglia fogta magát, és belépett a háborúba az osztrákok szövetségében, mert attól félt, hogy ha megszűnik Ausztria, akkor valaki más elfoglalja azt, és olyan nagyra nő, hogy ő lesz az egyedül az Európában. Röviden ezt jelenti a status quo. Az Anglia gyengébb oldal mellett áll, az összes háborúban Anglia gyengébb fél mellé áll, hogy soha ne legyen egy erős hatalom, ami ugye petitásává válhat. És Anglia belépett, Angliáról azt kell tudni, hogy egészen eddig egyetlen egy szárazföldi csatában se verték meg nagyon-nagyon régóta, az angol katonáktól rettegtek egyébként. Az angolok beléptek, a franciák rögtön visszafordultak, ugye jöttek Bécs felé, aztán azt gondolták, hogy hát mondjuk inkább másik irány, megállították az angolokat, a franciákat az angolok, és a monarchia, amit ekkor még Habsburg birodalomnak hívtak, nem monarchiának, tulajdonképpen visszaverte a támadókat, és az egyetlen, amit elvesztett, az Szilézia volt, ami továbbra is ügyes megtartott. Jó? Tehát így kezdte Mária Terézia az uralkodását, és éppen ennek köszönhetően Mária Terézia uralkodása során nagyon jóban volt a magyarokkal. Harmadik Károlyról tudjuk, hogy nem annyira kedvelte magyarokat, Mária Terézia viszont tulajdonképpen az uralkodását azt magyaroknak köszönhet, viszont hogyha akkor nem segítenek, nyilván nem volt ez egy akkora segítség, hogy ezzel megnyeri a háborút, de pont az legkritikusabb részt azt túlélte, amíg az angolok veszelnek a háborúba, és ennek köszönhetően Mária Terézia alapvetően azt mondhatjuk, hogy a magyarokat kedvelte, és nagyon sok minden intézkedésében ez látszik. Tehát később magyarok már nem kedvelték őt annyira, aztán lett rosszabb is ez a helyzet, de erről mindjárt beszélek. Viszont hány perc van még az után volt? 54 és 15-ig tart. Akkor még van időt Mária Terézia befejezni. Mária Terézia innentől kezdve tehát
egyrészt továbbra is építeni akart az országot, másrészt revans vágy éget benne, hogy visszafoglalja, Nagy Frigyesnek visszavágja és visszafoglalja Sziléziát, igen. Amikor itt arra beszélünk, hogy az országot, akkor az egész Habsburg Birodalom vagy Magyarországról beszélünk? Az egész Habsburg Birodalom. Jó? Jó. Harmadikára te is tőlem van a szegény. És akkor egy kicsit, mielőtt belevágnál Mária Teréziába, azért beszélünk erről a status quo-ról, jó? Emeltések legalább újra meghallgatják. Európában, 30 éves háború után, 1648-tól kezdve, egészen 1914-es világháborúig az úgynevezett status quo rendszere ért a külpolitikában. Ez a külpolitikai irányító elv, amelyet Anglia irányít, tulajdonképpen ezt lehet mondani. Jó? A status quo a következőképp néz ki. Európában 5 nagyhatalom van. Ez az 5 nagyhatalom vesz részt 1648-tól az első világháborúig az összes nagy háborúban, az első világháborút is beleértve, hogy az első világháborúnak a hadakozó feleit felsoroljuk, akkor tudjuk, hogy melyik ez az 5. Na most akkor a 12-eseket kérdezném, hogy melyik ez az 5. Az orosz birodalom. Orosz. Habsburg birodalom. Habsburg. Német birodalom, francia birodalom, és ugye a papi birodalom. Francia, Anglia, és Németország, ami ebben az időben még Porosz országnak hívnak, tehát tével Porosz ország, hiszen Németországot mikortól kezdve hívjuk Németországnak? 1871. Pontosan 1871 német egység. Poroszország, Franciaország, Habsburgirodalom és Oroszország. Na most, az országoknak a célja mindig az, minden ország célja mindig az, hogy egyre erősebb és nagyobb és hatalmasabb legyen, és a nagyhatalmaknak meg konkrétan az, hogy a szuperhatalmak majd egyeduralkodók legyenek. A poroszoknak is ez a cél, az oroszoknak is, a Habsburgoknak is és a franciáknak is. Na most, minden részén a világnak tulajdonképpen ez bekövetkezett, hogy egy nagy birodalom elfoglalta az összeset. Egyetlen kivétel az Európa, mert Európa ugye tengerekkel, öblökkel, stb. Mindenre szétszabda a terület, ami a több nemzet alakult ki, és több kisebb ország, és egy se volt, ami ugye egyes hegemóniát tudott volna kialakítani, köszönöm. Nos, viszont mindegyik megpróbálta az angolokat leszámítva, de mivel az angolok az egész korszakot zseniálisan végig külpolitizálták, tulajdonképpen soha nem tudott hegemónia kialakulni Európában, mert az angolok bármelyik nép volt túl erős, a franciák a spanyolok ösvédési háború meg a Napóleon alatt, vagy a németek az első világháborúba, vagy a Habsburgok a 30 éves háborúba, és aztán még később még néhányszor volt néhány háború, tulajdonképpen bármelyik fél volt gyengébb, azért, hogy ne lehessen egy nagy ország, ami aztán elfoglalja az összes többit, éppen ezzel az angolok mindig a gyengébbel jártak. Tehát amikor a Habsburg birodalomra támadt Oroszország és Franciaország is, és elvesztette volna, és Anglia nem lép közbe, most figyelj, most nagyon, hogy most mindenki ezt figyel és érti. Jó, szóljon valaki. Ha Anglia nem avatkozik közbe, akkor a következő történik. Oroszország mondjuk elfoglalja Habsburgokat, csinál egy nagy Németországot, és nagy Németország elfoglalja a többit, aztán miután egész Európát egyesítette, át kell hajon Angliával, és azt is elfoglalja. Mert mindegyik ország épp hogy csak annyira volt erős, hogy ne tudjon hegemóniára törni, de ha egy icili-picilit is erősebb lesz, akkor már ez megvalósul. Itt Angliának éppen ez a helyzet, a státusz, az éppen megfelelő volt ahhoz, hogy itt tulajdonképpen Európában harcolgassanak egymással. Ők néha gyengébbnek segít, hogy ne legyen gáz, és addig, amíg ők egymással el vannak foglalva, vagy gyarmatain ott gyarmatosítva. És ez neki tök jó volt. És éppen ezért a meglévő helyzet, a status quo, ennek a megőrzése volt a cél, és mindig a gyengébb mellé állt. Minden egyes háborúban. A status quo, a meglévő helyzet fenntartása, ami Angliának a célja mindig. Jó. Éppen ezért az első világháború azért indult el, mert Németország kezdett túl erős lenni, és angolok ezt látták, és le akarták nyomni. Ennyi. Jó? Tehát
utána már ugye Európán kívül került a világpolitika, és már nincsen fel a számos koronaszer. Jó, és Mária Teréziára visszatérve, ugye... Kérdezzelek ehhez? Igen. Mi az a, nem tudom, hogy mondják, de ilyen gézendé, tehát vagy valami ilyesmi? Ami? Talán úgy írják, hogy Raison, de apostrof. Tehát, hogy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy... Raison? Ja, igen. A... Valami azt mondom, nem tudom, hogy van. Az az állam... Csak az idet kapcsolódik. Mi az? Hogy a politikása? Raison, de... Jó, lehet. Az állam ezt, mert az a nap királynál, meg a francia forradalomnál, igen? Amerika királyt csinálja most. De most vagy az, hogy már nekem az összes királyt. Ugye, akkor már egy vasút. Szóval ez a nap királynál, meg a francia forradalomnál, a francia forradalomnál jön majd elő ez az állam elméletes rész. Igazából... Ez egy államfelfogás, mindegy, nem. Elmondom szünetben, jó? Jó, tehát 1740 és 1780 között Mária Terézia uralkodik, 1741-ben megmentik, és az örökösödési háború, az az emelteseknek mondom, 40-48-ig tart, jó? Az örökösödési háború, és ő nem esik szét a birodalom. Mária Teréziának összesen 4 olyan intézkedése van, aminek tudni kell a nevét, latinul is. Első, 1754, ennek csak magyarul kell tudni, ez a kettős vám rendbe le. És itt jön a 18.000 dolláros kérdés, amit mondjuk Ricsinek fog föltenni. Miért vám rendeletet hozott Mária Terézia, miért nem vám törvényt? Ez jó sok pénzt lehet. 18.000 dollár, igen, Ricsi. Mi is van, mire van tetszett neki? Ádám, 18.000 dollárért? Hát, tudom, hogy nem tudom. Emeltesek nem jelentkezhetnek. Mit tudunk az abszolutista uralkodókról, Ádám és Ricsi? Ez ugye előbb hogy megkerüli a... A rendeket, és a rendek mit csinálnak? Mit csináltak a rendek? Hát ők döntenek arról, hogy elfogadják el azt, amit ott... Vagyis a... Az a király szabályát, amit úgy hívunk, hogy törvény, és hogyha nem fogadja el, hát akkor akkor nem lesz törvény. Akkor mi az, amit csinálhat a király? Ja, hogy rendeletnek. Pontosan ezért abszolutista uralkodó volt, nem hívta össze a rendi azt, és ezért vám rendeletnek hívják. Minden, amit hoz, az a rendelet. Ki az, aki tudta erre a választ? Na jó, bejöttek már, azt hittem rendelet. Zseniális. Telefonos segítség azért bejátszott. Jó, az összes Mária Terézia által meghozott minden az rendelet. Jó? A kettős vám rendelet az első. És ez mit jelent? Mindjárt nem mondom, csak felírom azt a négyet, amit tudni kell. Jó? A következő az sorban 1767, ez az úrbéri rendelet. Ami ezer, aminek a másik neve az urbárium. Latinosan. 1767, edukáció, és ennek azért számot nem kell tudni, de 1735, de tényleg nem kell tudni, még emeltek se, sem, még egyébként se. Ez a Karolina rezolúció. Ez a negyedik. Jó? Ez Karolina, tehát nem Marokka Mária Terezina rezolúció. Azért, mert ezt még az apja hozta meg, de főleg Mária Terézia-nál jött ez igazából elő a második József. Nézzük meg ezeket sorban. A kettős vámrendelet az egyetlen tulajdonképpen, amit nem a... Igazából részben ezt is, amiért hozta meg, hogy felveges a uralkodó volt. A kettős vámrendelet a következőképp néz ki. Itt van a Habsburg Birodalom, ami kettő részből áll, ugye van a magyar korona területei,
tehát Magyarország egyszerűen, és a törvény. Amit később Ausztriának hívnak, de még ugye a dualizmus előtt ez még nem egyesült annyira. Most magyar területek felett Mária Terézia sokkal liberálisabban uralkodott, mint az összes többi területe fölött, tehát a magyarok élvezték a legtöbb kedvezményt a birodalmon belül. Például a kokáért a magyar nemeseknek nem kellett adót fizetnie. A magyar rendi országgyűlést mindig összehívta, ettől az egyrendi országgyűlést mindig megkérdezte, mindig kikérte a véleményt. Magyarországon mondhatni, hogy nem abszolutisztikusan uralkodott, hanem még a rendekkel együtt. Egészen addig, amíg Mária Terézia a revanstól fűtve nem érezte úgy, hogy vissza kell vágni a Frigyesnek, és jól visszafoglalni a Sziléziát, meg aztán meg is ölni. No, emiatt szeretett volna egy nagy hadsereget, amihez kell sok pénz, és kitalálta, hogy mi lenne, hogyha a magyar nemesek esetleg fizetnének adót. Most a magyar nemesek tulajdonképpen az aranybullára, meg az összes ilyen dologra nagyon büszkék, és az aranybulla kimondja, hogy a nemeseknek nem kell adót fizetni, szóval az aranybullához szükségesnek kell lenni, nem fizetnek adót, biztos, hogy nem. Ez még annyi, akkora meg gáz volt egyébként, még 1848-ban megépült a Láncid, ahol hitpénzt szedtek, és még arra sem voltak hajlandók a nemesek kifizetni a hitpénzt, hanem inkább megkerülték, és nem mentek át rajta, mert őnek lesz egy ilyenek adót. Szóval, ja. És a magyarok nagyon büszkék voltak az adómentességre a nemesek, és nem fogadták el ezt, és éppen ennek köszönhetően Mária Terézia hát besértődött. Hát nem igaz, hogy ennyit sem tudnak fizetni, hogy ez nem volt, nem lett volna akkor neki kitétel nekik. És éppen ezért úgy döntött, hogy máshol fogja, ha itt nem tudja, törvényekkel nem tudja, meg nem tudja megadni a törvényt, akkor hoz egy rendeletet, és Magyarországot körbevette egy vámhatárral. Tehát volt a birodalmon belül eleve egy vámhatár, a többi birodalomhoz képest, és Magyarország volt az egyetlen a sok terület közül, aminek még konkrétan volt egy vámhatára, tehát a birodalom egyik részéből a másikban való kereskedelmet is vám illette. Mint hogyha az EU belül minden ország szabadon kereskedne egymással, egyedül Magyarországnak lenne vám. Mi ez a vám? Vám azt jelenti, hogy el akarok adni valamit külföldön, akkor amikor a határon átviszem, akkor pénzt kell fizetnem utána. Nagyon sokan elrontották ezt a Európa a vámot. Nagyon sokan. A vám az nem adó. A vám az a kereskedelemben irányul. A határon átvitt kereskedelmi cikkeket, azokat adóztatják meg. Tehát ennek az adója. Ez egy speciális adó. Tessék? Akkor az is adó. Igen, de ez egy speciális adó tulajdonképpen. Ugye a határon szedik, és a kereskedelmi cikkek lesz. Jó? De ez a vám. Magyarországnak ez miért rossz? Azért rossz, mert tulajdonképpen bármilyen ipar cikket akar kivinni, Ausztriában és a Tel Aviv, tehát gyártok egy szivacsot Magyarországon. És ezt a szivacsot el akarom adni Ausztriában. Megint? Nem szivacs, az jó lesz. Akkor a határon ezt megadóztatjuk. Azt mondják, hogy akkor vihetem el a határon megállít az osztrák csávó. Kérdezem, hogy mi a probléma. Azt mondja, hogy a szivacsot nem viheted el, csak a fizetsz adót. És mondjuk egy forintért akarom eladni a szivacsot, és akkor azt mondja, hogy 100%-os adó, fizess nekem egy forintot. És akkor én kifizetem neki az egy forintot, elviszem, eladom egy forintért. De tulajdonképpen egy mínusz egy, az nulla, hogy túl a forint bevétellel hazatérek. Tehát nem éri meg nekem. És éppen ezért tulajdonképpen a magyar ipar innentől kezdve nem tudott fejlődni. Viszont a mezőgazdasági termékekre nem volt adó, nem volt vám, csak nem volt vám a mezőgazdasági termékekre, és ezért Magyarországot egy olyan kényszerpályára állította, hogy a mezőgazdaságot fejleszte, az ipart pedig ne. És ezért Magyarország innentől kezdve mezőgazdasági ország. Hozzátenném, hogy Magyarország akkor is mezőgazdasági ország lett volna, ha ezt nem hozzák meg, mert Magyarország adottságai alapvetően mezőgazdaságiak volt, egy rohadtul nagy alföldünk, ami iszonyatosan jól terem. Tehát, hogy igazából ez inkább csak meggyorsította a rendszert, viszont azt a minimális magyar ipart, ami eredetileg lett volna, azt 1900 a Bethlen konszolidációig teljesen elvágtak. Jó? De Bethlen István így nem volt Magyarországon olyan, amit iparnak lehetne nevezni. Jó, a dualizmusban volt valamennyi, de alapvetően mezőgazdasági ország voltunk. Jó? Ez a kettős vámrendelet, és ugye a célja, mint mondtam, az extra pénzszerzés. Ezt akkoriban egy iszonyatosan nagy kiszúrásnak érték meg Magyarországgal szemben. A következő, és ez lesz tulajdonképpen a legbonyolultabb, akkor gyorsan elmondom a ratio educationist, az első közoktatási törvény.
77. Ráci edukációnis, mit van már, Terézia? Iskolákat, ugye, iskolákat építek, mindenkinek kötelező iskolában járni x éves korig. Az első ilyen tulajdonképpen, ezért kell megígyezni. Megvalósult-e? Nem. Mert nem, mert nem épültek iskolák, a parasztok meg nem vitték iskolába a gyereket, amikor szántás volt, hogy ilyenek. Tényleg. Hát a gyerek az munkaerő volt, érted? Most paraszt nem érti meg, hogy meg kell olvasni ahhoz, hogy szántani tudjon a gyerek. Szóval tulajdonképpen nem vitték. Valamennyire nőtt, valamennyivel nőtt, de alapvetően nem sokkal. És az úr Vili rendelet viszont? Tessék? Az úr Vili rendelet, melyik is? Most mondom, az elején tudom, hogy ez végére hagyom, igen. Mi ez az 1484-ig? Ez a státusz kumának az ideje. Lehet, hogy a Karolina rezolúció, az pedig még Károly, harmadik Károly hozta meg, és ez egy katolikus, ez egy rekatolizációs törekvés volt, tehát hogy újra katolikussá tegye a protestáns országot. Engedélyezte a protestáns felekezeteket, hiszen nem merte volna eltörölni őket, mert a Rákóczi szabadságharc kitörésének az egyik oka az ez volt. Protestán, ez harmadik Károly még. De mivel ez ugye a uralkodásának a legvégén hozta meg, tulajdonképpen Mária Terézia volt ezeknek a 40 év alatt ez beteljesedett, azt megengedte a protestánsoknak, hogy ahol már vannak, ott gyakorolják a vallásukat, sőt, építhettek templomot, de torony nélkül csak torony nélkül építhettek templomot, de terjeszkedni nem terjeszkedhettek, nem tarthattak ilyen nyílt mindenfajta meneteket, meg vonulásokat, meg ilyesmény, nem prédikálhattak ugye katolikusok, stb. Nem téríthettek tulajdonképpen, tehát ez a Karolina rezolúció, ez olyasmi, mint a Bethlen-Beyer paktum a szocialistáknak a horti korszakban. Na most 10 dolláros kérdés, miért? Jó, igazából most nem tudom megbeszélni, nincs rá idő, de aki érti, azt remélem, hogy... No. Mármint, hogy miért hozta ezt a rendeletet? Nem azt mondom, hogy mi a közös a Bethlen-Beyer paktumban, és akkor az a rezolúcióban. Nem, ők is tudják, hogy... Jó. Legalábbis az emeletesek, de miért fog így érteni? Ugye, ha már? Igen. És hány percünk van még? Egy, három. Az órát. 4 percünk? Jó. 4 percen, hogy gyorsan ledarálunk. Tök mindegy. Most már akkor is elmondom, hogyha kicsörgetnek közben. Az úrbéri rendelet, vagy az úrbárium más néven Mária Teréziának a legnagyobb hatású és legfontosabb rendelete tulajdonképpen egész élete során, hiszen ezzel a legrosszabb helyzetben lévő, legnagyobb számú jobbágyságnak a helyzetét könnyítette meg. Tehát, hogy Magyarországon a legtöbb ember az paraszt volt, tehát jobbágyi sorban élt, ezeknek a nagy része nem rendelkezett földdel se, tehát zsellér volt. Mindenki vésse be ilyen mastagon a zsellér, föld nélküli jobbágy. Ezt jelenti, aki nem tudja, mit jelenti, hogy zsellér, az nem menjen el érettségére, jó? Sőt, nem hálóta se, igen. Zsellér, föld nélküli jobbágy. Tehát nagyon sok zsellér is volt. Na most a következő volt az úrbéri rendelet előtt, volt ez a nagy Magyarország, és voltak különböző területei, amin különböző földes urak uralkodtak. Ennél sokkal több terület volt, sokkal több földes úr. És a jobbánynak alapvetően kellett adót fizetnie. Most akkor kérem mindenki hangosan mondja, még az az adó nem, amit a jobbágy az egyháznak fizetett? 11. Ezt mindenki tudja, remélem az a 8 ember is, aki elrontotta a beugróban. Nem. 10 az egyháznak. Az uralkodónak. Ugye az egyenes adó, rovás adó, kapó adó, füst adó, az is ilyen dolog. És a földes úrnak a következő. A robot, ajándék és 9. Ezek közül a 9 egyértelmű, hogy az 10%, az nem kell. De mi az a robot, mi az az ajándék? Mennyi robot, mennyi ajándék? Na most, volt olyan földes úr, aki azt mondta, hogy gyere ide, nem kell ajándékot adni, minden évben adsz egy csirkét, azt kész. És volt olyan földes úr, hogy havonta egy ló. És volt olyan földes úr, aki azt mondta, hogy heti 14 nap robot. Ez most nem vicc,
ez nem visz, heti 14 nap robot létezett, hiszen nem csak őt állítottak el, hanem a fiát, feleségét, stb. Igen, volt ilyen heti 14, nem 12 nap robot, ez volt a legdurvább, jó? És volt olyan, ahol azt mondták, hogy egyszer gyere és takaríts ki a konyhámat. Jó, tehát ez volt a robot. És annyira különböző volt a jobbágyoknak a... Különböző volt a jobbágyoknak a szivatása, az adóztatása, hogy voltak jobbágyok, akik egyszerűen ilyen voltak, és voltak jobbágyok, akik már nagyon jól éltek, és Mária Terézia tulajdonképpen arra hivatkozva, hogy két parasztfelkelés is kitört nagyon rövid időn belül, és ezek nagyon véresek voltak, fogta magát és azt mondta, hogy mostantól szabályozza a jobbágyokra kivethető adót, azt mondta, hogy maximum ennyit lehet a jobbágyoktól szedni. Tehát ez olyas, mint a minden bármilyen fordítottja. Tehát egy max adó. Tulajdonképpen egy idő után ezt minimum adóvá is váltották. Tehát minden jobbágy pontosan ugyanannyit adózott, és ezzel néhány jobbágy persze többet adózott, mint az előtt, de a legtöbb jobbágynak nagyon megkönnyítette a terhét, ezért Mária Teréziát a jobbágyok azok imádták. De a nemesek azok nem annyira. Mert ugye kevesebbet zsigerelhetett jobbágyától, adóznia kellett a természetben, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Jó, tehát a többi rendet, ezzel még beszélni fogunk róla a következő órán, valamikor viszont, akkor az az emeltes dolgozatokat egyrészt kiavítom, csak hogy gyorsan telefonálok egy perceset, és se lehet menni, jó? Köszönöm az órát! Köszönöm! Aqui. Okay.